Megújuló energiával spórolhatnak újabb nyertes pályázatok. Új munkahelyek, erősödő vállalkozások, kormányzati támogatás Orosházán. Pontot mentett csapatunk, X-elt az OFC hazai pályán. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Lássuk is legfőbb híreinket! Megújuló energiával spórolhatnak milliókat orosházi intézmények. Önkormányzati épületek napelemes korszerűsítésére nyert a város több mint 100 milliós támogatást. A Városháza, két iskola és a művelődési központ érintett a beruházásban, mely még a nyáron megvalósul. Jelenleg így néznek ki a Városháza napelemei. Legkésőbb őszig itt és három másik önkormányzati épületen még több ehhez hasonlót szerelnek fel, egy zöld beruházásnak köszönhetően. A három intézmény, a Táncsics gimnázium, illetve a Vörös Marti általános iskola, ezen a két épületen fog megvalósulni majd napelemes beruházás, illetve a Petőfi Művelődési Központ, illetve a Polgármesteri Hivatal, az a két intézmény, amelyet még ez a pályázat érintett. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energetikai Központ Nonprofit Kft. Pályázatán a Táncsics gimnázium 43 millió forintos támogatást, a Vörös Marti általános iskola 37 milliós forrást nyert el. A Petőfi Művelődési Központban szintén 37 millió forintnyi támogatással, a Városházán pedig közel 4 millió forintos pályázati pénz segítségével építik ki a fotovoltaikus rendszereket. A központi forrást az önkormányzat 15%-osan erővel egészíti ki. A beruházással összesen több mint 5 millió forintot takaríthatnak meg az érintett intézmények villanyszámlájukból éves szinten. A projekt legkésőbb augusztus végéig valósul meg. 80 új munkahely jött létre Orosházán kormányzati támogatással. Összesen 13 helyi vállalkozás hajtott végre létszámbővítést is eredményező beruházásokat az elmúlt hónapokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium programja Békés megyébe 950 millió forint visszanemtérítendő támogatást hozott. Békés megye nyertes vállalkozói tavaly és a környék érdeklődői idén a pályázati tájékoztató fórumon. Ők azon vállalkozások képviselői, akik beruházásaikhoz kormányzati támogatást kívántak igénybe venni. A cél a korábbi foglalkoztatottak számának megőrzése és új munkahelyek létrehozása. Azoknak a kis és középvállalkozásoknak szól, akik új munkahelyet szeretnének teremteni, és ennek a keretében beruházást valósítanak meg, akkor itt az orosházi térség akár 2,5 millió forintot is nyerhetnek egy munkahely létrehozásához. Az orosházi munkaügyi kirendeltség vonzás körzetében a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 2013-ban kiírt pályázaton 14 nyertes pályázatból 12 megvalósult. Ennek során 80 új munkahely jött létre. Közülük 73-at álláskeresők töltöttek be. A tavalyi évben Békés megyében 107 pályázat nyert, és ezzel az országos másodikak voltunk. A program során Békés megyében mintegy 950 millió forint jutott, Orosházára mintegy 167. A Kárai Transz járműjavítási tevékenységét fejlesztette, és acélszerkezetek szerelését indította el a Térszerkezet Kft.-vel közösen. Az MMD-nél épületbővítést hajtottak végre. Egy fiatal cég, a Meat Project Plus Kft., a Merián beszállítójaként húsipari alapanyaggyártását kezdte meg. Idén országos szinten 13 milliárd forint áll rendelkezésre, ebből Békés megyei vállalkozások mintegy 2 milliárdra pályáztak. Az orosházi kirendeltség 14 pályázattal 400 milliót kíván lehívni ebből a keretből. Ha minden beadott pályázat nyer, 193 új munkahely jöhet létre a környéken. Eredményhirdetés április elején várható. Több százan emlékeztek az 1848-as forradalom hőseire a nemzeti ünnepen Orosházán. A Kossuth szobornál koszorúzást tartottak, az ünnepi műsort a katolikus iskola adta. Beszédében a szónok úgy fogalmazott, szabadságvágy és hazaszeretet vezette a pesti ifjakat, amikor szembeszálltak a kor egyik nagyhatalmával. Megalkuvás nélküli hit és nemzeti összefogás kellett ahhoz, hogy 1848. március 15-én tömegek menjenek ki a pesti utcákra. Társadalmi rangtól és vagyoni helyzettől függetlenül egyet akartak az akkori kor magyarjai. Szabadság. A történelem alakulásának egyik olyan mozgatórugója a szabadság iránti vágy, amelyet a gazdasági, pénzügyi okok mellett egy-egy fontos történelmi fordulópont kapcsán
mindig feljegyeznek a krónikások, történészek. Nem lehet azonban előre modellezni egy forradalom kirobbanása előtt, hogy az elégedetlenség vagy az áhított közösségi cél iránti vágy mikor éri el azt a hőfokot, azt a koncentrációt, amikortól kezdve megállíthatatlanná és visszafordíthatatlanná válnak az események. 1848 tavaszán Magyarországon is robbanás közeli volt a helyzet, és március 15-én megtörtént az, amitől a Habsburg hatalom rettegett. Kitört a forradalom. Kezdetét vette az a másfél esztendő, amely időszak eseményei, a forradalmat követő szabadságharc hadi sikerei, a közös véráldozat, a honvédség és a civil lakosság egymásra utaltsága, a nemzeti önrendelkezés lehetőségének megismerése több mint másfél évszázadon keresztül példát mutatott arra, hogy a magyarság világot rengető dolgokra képes akkor, ha közösek a céljai. A szónok kitért az orosházi eseményekre is. Elmondta, hogy az önkéntesek dicsőséggel és hősiesen harcoltak a csatamezőkön, és az itthon maradottak is erejükön felül teljesítve segítették a harcolókat. Mind orosházán, mind országosan 1848-49 emlékezete közös szellemi találkozási pontja valamennyi magyarnak. A forradalom kimenetelére nézve azonban sajnálatosnak és végzetesnek nevezte, hogy nem tudtuk a belső békét biztosítani a magyarság és a Kárpát-medence népei között. Nekünk, akik 1989 után szinte küzdelem nélkül kaptuk ajándékba a szabadságot, március 15-e kell, hogy jelezze, mekkora kincs birtokában vagyunk. Egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív földobogott. A beszédet követően az Eötvös József katolikus óvoda és iskola diákjai adtak ünnepi műsort, amiben bemutatták a forradalom eseményeit. A műsor után a hagyományos koszorúzás következett, a városvezetők, pártok képviselői, egyházi vezetők, intézményvezetők és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés koszorúit a Kossuth szobornál. A március 15-i forradalom előestéjén emlékezett és koszorúzott a Fidelitas. Üzenetük szerint a mai kor emberének kötelessége megvédeni a tálcán kapott szabadságot, a 48-as forradalmi eszméket pedig a mai fiataloknak kell továbbvinni tanulással, családalapítással és hazaszeretettel. Az 1848-as forradalom évfordulójának előestéjén tartotta hagyományos megemlékezését az orosházi Fidelitas. A művelődési központ előtt március 14-én este közel 100-an gyűltek össze magyar zászlókkal és mécsesekkel kezükben. A Fidelitas alelnöke beszéde elején felvillantotta a 166 évvel ezelőtti európai történéseket, amik a magyarországi eseményekhez vezettek. Úgy fogalmazott, hogy a forradalmárok fiatalok és elszántak voltak a szabadságért folytatott küzdelemben. 20 éves fiatalokként a márciusi ifjakat az újrakezdés, a cselekvésvágy, a nemzeti összefogás reménye hajtotta, a szabadságukért küzdöttek. Hozzátette, hogy ma 20 évesként nehéz megérteni, mit jelent harcolni és meghalni a szabadságért, hiszen e generáció tagjai kisgyermekek voltak a rendszerváltozás éveiben, így nem tapasztalhatták meg a zsarnokságot, a megfélemlítést. A mai fiatalság tálcán kapta a szabadságot. Nem ismeri az elnyomást. Nem kellett himnusz helyett internacionálit énekelnie, a cenzúrával is csak a történelemkönyvekben találkozott. Kiemelte, hogy a tálcán kapott szabadság felelősséggel jár. A mai ifjúság felelőssége a tanulás, a családalapítás és a magyar föld megművelése. A beszéd után Nagy Krisztina énekművész műsorát hallgatták meg, majd Lázár Zsolt evangélikus esperes mondott imát. Az ünnepség végén a megjelentek virágokat és mécseseket helyeztek el Petőfi Sándor mellszobránál. Ingyenes szűrésekre és előadásokra várta az érdeklődőket az orosházi kórház a Vese világnapja alkalmából. A rendezvényen a szűrések fontosságát hangsúlyozták, ugyanis a vese betegségei sokszor nem okoznak panaszt, csak a vizsgálatok elvégzése során derül ki, hogy baj van. Egészséges életmóddal már sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a vesebetegséget. Többek között erre is felhívták a figyelmet a Vese világnapja alkalmából rendezett előadásokon. Ingyenes szűrővizsgálatokra is várták az érdeklődőket az orosházi kórházba március 13-án. Nagyon fontos, hogy a betegeket időben diagnosztizáljuk, ugyanis a vesebetegségei nagyon alattomosak. Sokszor különösebb panaszt nem okoznak, csak a vizeletvizsgálatból és bizonyos laboratóriumi vizsgálatok elvégzésénél derül ki, hogy baj van. Az utóbbi években a vesebetegek száma rohamosan növekszik. Hazánkban 9. alkalommal szerveztek a világnappal kapcsolatos rendezvényeket. Orosházán ez volt az első ilyen alkalom.
ezzel a szűrővizsgálattal arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy akik veszélyeztetettek, magas vérnyomásban szenvednek, cukorbetegek, elhízottak, érelmeszesedésben szenvednek, figyeljenek a veséjükre is. Nagyon jó, egyértelmű. Hát idős ember korában egyértelmű, hogy meg kell nézni, miben van, aztán meg kell ölni az egészet, ez a lényeg. 48 éve vagyok cukorbeteg, tehát látom ennek az előnyét, cukorbeteg edukátor vagyok, és a megelőzés a fontos. A csütörtöki programon a szűrések mellett az érdeklődők a magas vérnyomásról, a cukorbetegségről és annak szövődményeiről hallhattak előadásokat a kórház orvosaitól. Délelőtt folyamán magas vérnyomásbetegség, cukorbetegség, illetve annak szövődményeiről, délután pedig speciálisan orvosoknak szóló, szintén vesebetegséggel kapcsolatos előadások lesznek. A Vesevilágnapja alkalmából tartott rendezvényt hagyományteremtő szándékkal indították el városunkban. Az év során egyébként többször is lehetőség nyílik ingyenes szűrővizsgálatokra. A szakemberek szerint ezeken érdemes részt venni, hiszen a betegségek korai felismerése életet menthet. Pontot mentett az Orosháza FC. MB3-as labdarúgó csapatunk vasárnap hazai pályán folytatta a tavaszi sorozatot, és 2-2-es döntetlen ért el a bajaiak ellen. Most hétvégén Gyulán lép pályára csapatunk. A Baját fogadta március 16-án az Orosháza FC labdarúgó csapata. 2 pont választotta el egymástól a csapatokat a tabellán. Győzelem esetén leszakíthattuk volna a vetélytársat, de nem így történt. A Baja bátor, agresszív játékával meglepte csapatunkat. Az első félidő közepén még 11-est hibáztak, de a szünet előtt megszerezték a vezetést. A második játékrészben az OFC futott az eredmény után, aminek eredményeképpen sikerült az egyenlítés. Nem sokáig örülhettünk, a Baja újabb gólja ismét hátrányba sodorta az OFC-t. Csapatunk tartását bizonyítja, hogy az utolsó percben sikerült az egyenlítés, így a végeredmény Orosháza FC Baja 2-2. A mérkőzés után Kvasznoszki József csapatunk edzője elmondta, hogy ideges hangulatú, fordulatos mérkőzésen talált a csapat 1 pontot. Az OFC március 22-én Gyulán a Termál FC ellen lép pályára. Földvárra került az Amazon Kupa. 8 csapat lépett pályára a szombati női teremfoci tornán az Eötvös iskola csarnokában. A győzelmet büntetőrugásokkal szerezték meg a pusztaföldvári lányok. A szentetornyai Amazonok 4.-ként zárták a küzdelmes napot. Március 15-én az Eötvös csarnokban rendezte a szentetornyai Amazonok női labdarúgó egyesülete a 3. Amazon Kupát. A meghívásos tornára 8 csapat nevezett. Az A csoportba a Békés Sámson, a Parti Team, a Csanádapáca és a házigazda szentetornyai Amazonok került, a B csoportba a Békés Csabai Vanted, a Mezőberény, a Pusztaföldvár és a Nagymágos nyert besorolást. A csoportból a szentetornyai lányok veretlenül kerültek a középdöntőbe, de a folytatásban elfogyott a tudomány. A döntőbe jutásért a Csabai Vanted ellen 1-0-ás vereséget szenvedtek Zvolenszki Attila tanítványai, majd a kis döntőben gól nélküli mérkőzés után büntetőkkel maradtak alul a Békés Sámsonnal szemben, így ezúttal a 4. hely jutott az Amazonok számára. A kupát a pusztaföldvári lányok nyerték, miután büntetőkkel legyőzték a Békés Csabai Vanted csapatát. A torna legtöbb gólját Neller Ivett, a pusztaföldváriak játékosa szerezte, míg a legjobb kapus a szentetornyai Palóc Hajnalka lett. Több mint 500 alkotás érkezett a térségből az idei közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázatra. A legjobbakat hétfő délelőtt díjazták az Eötvös iskolában a városi kiállítás keretében. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy játékos formában hívják fel a gyerekek figyelmét a közlekedés veszélyeire. Idén sem volt könnyű dolga a zsűrinek. A városi kiállításon mintegy 150 rajzot mutattak be, de több mint 500 alkotást küldtek be a gyerekek a felhívásra. Idén már 19. alkalommal hirdette meg a közlekedés biztonság gyermekszemmel rajzpályázatot az Országos Baleset Megelőzési Bizottság 3 kategóriában, óvodások, alsó és felső tagozatosok között. A városi kiállításra az Orosházi Rendőrkapitányság közigazgatási területén 7 településről
13 általános iskolából és 22 óvodából érkezett közel 500 darab rajz, ami most ki van állítva, 148 darab rajz, egy háromtagú zsűri válogatta, tulajdonképpen értékelte, nem is válogatta, mert értékelte a rajzokat három kategóriában, óvodáskor, alsó és felső tagozatos kategóriában. A szervezők célja ezúttal is az volt, hogy játékos formában hívják fel a gyerekek figyelmét a közlekedés veszélyeire. Az idei rajzok is sok témát érintettek, az egymásnak való segítés, az egymás figyelmének felhívása, sok alkotás mondani valója. Autópályát rajzoltam én. Van rajta busz, van rajta egy bringás, van rajta sok autó, egy rendőrautó, van két biciklis, és van olyan két autó, amelyik összeütközik. Az orosházi kapitányság közigazgatási területén működő óvodákból és általános iskolákból érkezett rajzok alkotói közül a legjobbak ajándékcsomagokat vehettek át a hétfői díjátadáson Kis Rozália rendőrfőhadnagytól és Bicsánszki Józseftől, az Ötvös Katolikus Iskola igazgatójától. Az orosházi körzet díjazottjainak listáját megtalálják internetes hírportálunkon, az Orosz Kafén. A szakmák közti vetélkedés volt az egyik legnépszerűbb program a múlt pénteki Kossuth napon a Tisza iskolában. A diákok összemérhették tudásukat a különböző szakmákban és ügyességi játékokban. Bár az iskola ma Tisza Kálmán nevét viseli, az egykori névadó emlékére a Kossuth napnak több mint 20 éves hagyománya van az intézményben. Igazi közösségformáló rendezvényt tartottak március 14-én a Tisza iskolában. A Kossuth napon a diákok vetélkedőkön és ügyességi játékokban mérhették össze tudásukat. Ez a rendezvény még arra az időre nyúlik vissza, amikor Mezgé voltunk, Kossuth Lajos közoktatási intézmény, és március 15-éhez kötődően a Kossuthra való megemlékezés alkalmából szervezzük, de 20-25 éve zajlanak ezek a rendezvények. Ugyanakkor az oktatási intézmény már többször is nevet váltott, a rendezvény hagyományait továbbra is ápolják. Az idei Kossuth nap legnagyobb újítása a szakmák közötti vetélkedő volt, amit diákok és tanárok egyaránt nagyon élveztek. A fő célja az, hogy a diák önkormányzat által szervezett tanításmentes napot tartsunk, ahol a diákok szórakozhatnak és összemérhetik tudásukat mind a szakmában, mind ügyességi játékokban. A vetélkedők során az osztályok csapataiban hamar felébredt a versenyszellem, mindenki a legjobb akart lenni. Természetesen mindenki meg akarja nyerni ezt a versenyt, de szerintem jobbak leszünk nálunk. Az első feladatnál az látszott, hogy akik csak úgy beledobálták a csavarókat, azok nem voltak olyan szakszerűek, mint mi. Szeretnénk nyerni, persze, összességében nagyon érdekes és szórakoztatóak a feladatok. Az udvaron a gépészek ügyességi verseny keretében traktorral trükköztek, és a közös focizás és főzés is fontos része volt a rendezvénynek. A tehetségek bemutatkozásának szánja az idei tanévet a Táncsics Gimnázium. Lehetőséget kíván teremteni, hogy minél több diák megmutathassa, miben kivételes képességű. Ennek jegyében nyílt meg március 17-én a Táncsics Galéria is, amelyen az iskola 12 tanulójának képzőművészeti alkotásai láthatók. A Táncsics Galéria március 17-én nyílt a gimnázium aulájában, ahol az iskola tehetséges diákjai lehetőséget kaptak, hogy bemutassák képzőművészeti alkotásaikat. Az iskola vezetősége igyekszik lehetőséget teremteni a tehetségek kibontakozására. Ezt az évet én úgy indítottam a tanévnyitón, hogy a tehetségek bemutatkozásának szánjuk az évet. Lehetőségeket kívánunk teremteni arra, hogy minél több diákunk mutassa meg, miben kivételes képességű. A kiállítás hagyománya már több évtizedes múltra tekint vissza. A tárlat egyik szervező tanára, Varga László elmondása szerint a kiállítás mindig esetleges. A tavalyi például elmaradt, mert nem volt elég jelentkező és alkotás. Idén viszont a bőség zavarával küzdöttek. A fiatal tehetségek közül azonban sokan még biztatásra szorulnak. A mostani Táncsics Galéria a hosszú évekre visszamenőleg a legszínvonalasabb és a legsokrétűbb anyaggal büszkélkedhet. Nagyon sok alkotónk van, összesen 12-en jelentkeztek, pontosabban szóval volt közöttük olyan is, akit én beszéltem rá a látván és ismervén a munkáit, illetve a rajzait. A kiállítás március 17-én megnyitóján közreműködött a Ridens Tánccsoport, amelynek számos tagja a Táncsics Gimnázium diákja.
A tárlatot az iskola igazgatója Makuláné Gulicska Valéria nyitotta meg. Beszédében a tehetséggondozás fontosságát hangsúlyozta. Talán felülírja sok embernek a mai gondolatait, hogy nem igazán kiválóak az ifjú nemzedék tagjai. Nem igaz, nagyon jól látható a képekből, alkotásokból, fantasztikus tehetségek vannak közöttük, és hogyha ezt mi fel tudjuk fedezni, felszínre tudjuk hozni, akkor ezzel mi is talán hozzájárulunk majd a sikereikhez. A 12 alkotódiák legtöbb munkája mély gondolatiságot hordoz magában. A kiállítás gazdag anyaga bepillantást enged a fiatalok látásmódjába, érzelmeibe. Ezeket a képeket igazából azért csinálom, mert ez az, ami kikapcsol engem, és tényleg, ami fontos, hogy az érzéseim is benne vannak ebbe a képben. A technikai megoldások színes palettájával találkozhat a látogató, hiszen a grafitceruzától kezdve az akvarell és akrilfestékig minden megtalálható. A Táncsics Galéria április közepéig megtekinthető az iskola aulájában. Nagy könyvelhagyó hétvégét szervez a Városi Könyvtár március 21-től 23-áig a Veszíts el egy könyvet című játék 6. születésnapja alkalmából. A rendezvény péntek délután kezdődik a főtéren, ahol egy közös olvasást követően mindenki elveszítheti könyvét. A Veszíts el egy könyvet című olvasás népszerűsítő játék 6. születésnapjához érkezett. Ennek apropóján nagy könyvelhagyó hétvégét szervez március 21-től 23-áig az országos kampány elindítója az Orosházi Városi Könyvtár. A játék 2008-ban indult, tehát ez a 6. könyvelhagyó nap. A 6 év során mintegy 6500 elveszített és megtalált könyvet regisztráltak a veszitsel.könyvtár.hu oldalon. Orosházán a születésnapi program keretében a tavalyihoz hasonlóan 15 órától közös olvasásra, majd könyvelhagyásra várják az érdeklődőket a főtéren. A nagy könyvelhagyó hétvégéhez az ország több pontján is csatlakoznak. A szervezésbe 20 könyvtár kapcsolódott be valamilyen módon, 20 hazai könyvtár, vannak köztük városi könyvtárak, iskolai könyvtárak, a könyvtári intézet is bekapcsolódott, helyi szinten ők is veszítenek el a saját településükön könyveket, illetve plakátokkal, interjúkkal népszerűsítik a játékot. A nagykönyvelhagyó hétvégén nyereményjátékot is hirdetnek, akik lefotózzák az elveszített könyvüket és feltöltik a képet a játék Facebook oldalára, azok között kisorsolnak egy 50 000 forint értékű könyvcsomagot, valamint két páros belépő gyopáros fürdőre. A Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. Megújuló energiával spórolhatnak újabb nyertes pályázatok. Új munkahelyek, erősödő vállalkozások, kormányzati támogatás Orosházán, pontot mentett csapatunk, X-elt az OFC hazai pályán. Az Orosházi Városi Televízió keddi híradóját látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további jó tévézést kívánunk, viszontlátásra!